Kommentesz, like megosztasz, commentesz, like megosztasz, commentesz, like megosztasz, commentesz, like megosztasz. Becsöngetünk az órára. Nézzünk egy spirituális szűrőt. Ez az. Ez egy spirituális szűrő. Ilyen ja, de jó. Spirituális szűrő. Az igazán spirituális szűrő az nem ez lenne, hanem ez. Mondjuk ez inkább ilyen Hollywoodi. Na ez spirituális. Ez teljesen értelmezhetetlen. Na vissza az életbe. Így eredeti. Ez szép. Szép vagyok. Fontos, hogy jól érezzem magam. Ez még jobb. Ó, oh, yeah. Az élőadás varázsa. Szóval üdvözlök minden kedves nézőt, aki itt van velem ma este a dopment TV élőadásában, amiben ma nem a doperatív ülésezik, hanem a guru ül, akiben csalódni fogsz. Ezt ki kell hangsúlyoznom. Tehát bármi, amit hallasz tőlem, az nem érvényes mindenkire, mert nem láthat mindenki úgy, mint én, és teljesen mások a tapasztalások. De viszont érdemes kipróbálni talán, amiről beszélek. Ha kedved támad, akkor tedd meg, ha nem, akkor meg nem akkor sincs semmi. Igazából, de ez a mai adás, ez nem közélet, nem politika, nem kérdez felelek, ez egy darma beszéd, úgy hívják a keleti hagyományokban. Visszanyúlik ez talán még a hindu hagyományokig is, amikor a guru beszél, tanítja a közönségét, aki saját akaratából meglátogatja őt, akkor dharma beszédet, tan beszédet, tanítást ad elő. A tanítás különben mindenre vonatkozik, tehát nehogy azt higgyétek, hogy csak az lehet tanítás, amire azt gondoljátok, hogy amiről azt gondoljátok, hogy tanítás. Tehát, hogy annyira okos, és annyira pozitív, és annyira építő, hogy ez egy nagy tanítás. Minden tanítás. Az élet minden jelensége, az tanító tartalommal rendelkezik, és mindenből lehet tanulni, de hát ezt nagyon sokan elmondták már előttem, tehát semmi újat ezzel nem mondtam megint csak, de az ismétlése tudásnak az anyja és az apja, és közösülésükből jön az okosság, úgyhogy érdemes azért az ilyen alapvetéseket átismételni. Úgyhogy a mai műsor az nem lesz sajnos közéletű jellegű örjöngés és álmokfutás, darma beszéd lesz. Mielőtt belekezdenék, megkérek mindenkit, hogy iratkozom fel az igazi Dopment YouTube csatornájára, ha nem tette volna meg eddig, és nyomja rá a kis harangra, hogy kapjon értesítést az új tartalmakról, illetve ossza is meg a tartalmakat. Természetesen lájkod, like vagy diszlájkod, és véleményezd, ahogy csak szeretnéd, ez a szívednek a joga, és én nem vagyok diktátor hajlamú, diktatórikus hajlamú ember, úgyhogy nyugodtan alkos véleményt, és oszd is meg kommentek formájában. Nem szoktam egyébként cenzúrázni semmit. Ha észreveszem, hogy valami olyan szinten próbálja bántani a létezésemet, hogy ez már mások számára is fájdalmas, akkor kiszoktam néha takarítani a koszt, de őszintén szóval nem vagyok cenzor, úgyhogy nyugodtan írhattok, amit szeretnétek. Végül is a legtöbb esetben azok az emberek, akik haraggal vannak tele, Magukkal szoktak ilyenkor vitatkozni, és lehet, hogy ez jó is nekik, mert segít feldolgozni a hétköznapi feszültségeket. Aki szeretne fényképeket nézegetni rólam, vagy a hétköznapjaimról, a hozzátartozóimról, és egyéb olyan publikus dolgokról, amik engem érdekelnek, az kövessen be az Instagramon, ott is fönn vagyok, nem nehéz megtalálni, Doopman TV vagy dopmen. nem tudom én rám ismertek, 10.500 követőm van. Fönn vagyok a reddit Twitteren, TikTokon, meg egy csomó más helyen van, egy különbejáratú Dov viber mafiám, az a VIP szekció, meg ingyenes a belépés, ott se vagyok moderátor, csak hogyha bántó jelegű a társalgás már nagyon. Tehát amikor érzem, hogy verekedés van belőle előbb-utóbb, hogyha találkoznak az illetők, akkor szoktam közbelépni és természetesen fönn vagyok minden közösségi platformok ősatján és ősanyján is a Facebookon, ahol jelen pillanatban valamilyen okból korlátozzák a ténykedésemet, de ez időről időre előfordul talán minden olyan szereplővel, aki megosztó személyiség, és emiatt legalább annyi embert ingerel, mint amennyit örömmel tölt el. Itt jött egy adomány a Dópegyháznak. Köszönjük szépen. Nagyon kicsik a betűk most nekem, mert telefonon nyomom, úgyhogy nem tudom, kiküldte-e nem Szóval, spirituális téma lesz. De ne ijedjetek meg a spiritualizmustól. Tehát nem gyújtunk füstölőt, és nem fogunk mantrázni. Ma még csak meditálni és pedig már régóta ígérem nektek. Bárha kellőképpen figyeltek, akkor ez egy meditációval felér. Mert a meditáció tulajdonképpen az a momentum, amikor, momentum, amikor nem a fekete győr fenyegeti a kormánypártot, hanem az, amikor itt és most vagy, és azzal foglalkozó valójában, amit csinálsz. Mint hogy például én most itt vagyok, és most vagyok, és veletek foglalkozom, mert hozzátok beszélek, és közben nem járkál mindenféle az agyam hanem kifejezetten hozzátok és nektek szólok. Szóval a mai témánk az a megújulás, amire szerintem minden emberi érző lénynek, de magának a bolygónak, a tárgyaknak, a növényeknek, tehát mindenkinek szüksége van, a tárgyaknak is. Tehát jár nekik például, hogy időről időre leporolják őket, letörölgessék, gondozzák, karbantartsák, kibe kapcsolgassák, például a kütyüket, de ugyanez jár a növényeknek, az állatoknak, és nekünk emberi lényeknek is, és azért is gondoltam, hogy előveszem ezt a témát most, mert egyre gatyába állapotban vannak szerintem érző embertársaim, akik itt a földbolygó léteznek, mert ez a helyzet, amit kialakult e körül az iciri, píciri kis mikroszkópikus élő vagy nem élő lény körül, aki annak ellenére, hogy él vagy nem él, de helyet akar magának a mi világunkban, és úgy látszik meg is szerzi, mert segítjük ebben aktívan a médiáink, a rendszereink, a hatalmi berendezkedésünk, az egész gondolkodásunk, tehát adjuk neki a teret és a táptalajt a létezéshez, és mindeközben ugye ezáltal magunkat egy olyan szellemi és intellektuális állapotba keverjük, ami nagyon káros, úgy látom, a létezésünkre nézve, és azt mondhatom, hogy hát ha az atomháború nem is tört ki, a földbolygón, de az emberek fejében a hétköznapok minden egyes momentumában és pillanatában ilyen világháborúk zajlanak is. Mostában nagyon fáj az élet nagyon sokaknak, és azt gondoltam, hogy ezzel kapcsolatban érdemes a megújulásról pár szót, vagy pár mondatot, vagy pár órácskát beszélgetni. Attól függéppen mennyire vagyok termékeny a szófosásban, mert előbb-utóbb szükségetek lesz arra, hogy megújuljatok, mert az élet ugye újabb és újabb helyzeteket produkál, és meg kell velük bírkozni magatok és mások örömére, és tudom, hogy nagyon nagy a fájdalom, nagyon nagy az idegesség, nagyon nagy a feszültség, az agresszió, a düh és a harag, de az az igazság, hogy mi emberek így össze vagyunk kötve. Tehát arról most nem is beszélek, hogy például én és a legutolsó Eskimo, aki most Grönlandon éppen nem tudom mit csinál, jégkunyhójába éppen nyers halat eszik, de az a lényeg, hogy még vele is össze vagyok kötve, de így össze vagyunk kötve szűk ebben is, így az országon belül, de a családunkon belül is vannak gyerekeink, meg anyáink, meg nagyanyáink, meg testvéreink, azért mindenkinek van valaki, nagyon kevesen vannak egyedül, van a barátaink, és mindenféle kapcsolati rendszerünk is. Az az igazság, hogy szeretnénk, hogy működőképes maradjon az élet, és ne teljen meg még több fájdalommal, akkor érdemes elgondolkodnunk azon, hogy hogyan tehetünk azért, hogy kellemesebben Érezzük magunkat a mindennapokban, és ezért ez a téma, ez a megújulás. És majd messziről fogok eljutni oda egyébként, amit el akarok mondani, de hát akinek nem tetszik, az nem nézi, vagy távozik, aki megélvezi, az úgyis figyelés érdekli őt. Őtet. Szóval a minap nap egy zen meditációt folytattam, és a zen meditáció egyik alapvető Mondjuk úgy, hát nem tulajdonsága, tulajdonsága, nem, funkciója. Az emmeditáció egyik alapvető funkciója az az, hogy megfigyelést végezzünk. Mind önmagunkon, mind a világon. Tehát, hogy ugye jelenségekkel szembesülünk a szűrőinken keresztül, minden egy jelenség, ami a világban van. Tehát mind a tárgyak, mind a lények, sőt, mi magunk is egy, egy érzékelt jelenség vagyunk, tehát egy saját magunk által érzékelt jelenség. És a zen meditáció az tulajdonképpen úgy működik, hogy leülsz, és bár használod az alapvető buddhista meditáció eszközeit, tehát figyeled a légzésedet, vagy mantrázhatsz is, bármit tetsz, de alapvetően az a cél, hogy olyan állapotba kerülj, hogy Józan, higgat, megfigyelést tudjál végrehajtani a világnak a jelenségein többek között önmagadon is. Tehát ahogy ülsz ott, egyébként ez a tibeti zogcsembe is működik, de az a lényeg, hogy ülsz, és akkor mindenféle dolgoknak tanulja leszel, a saját magad lélegzésének, a környezetet hangjainak, a látványnak, ami egyébként először elég egysíkú, mert egy pontra nézel, de aztán észreveszed abban is a változásokat, és a ülés közben, ahogy próbálsz, vagy szejzában, vagy lótuszülésben, vagy állásban, vagy sétában, teljesen mindegy elmélyülni, ugye mindenféle belső érzések is fölmerülnek, és ezeket igyekezned kell megfigyelni, érzés, Tartalomgyártás, címkézés, ítélkezés nélkül. Tehát valóban úgy igyekezni kell rájuk csodálkozni, és megfigyelni azt, hogy ezek miképpen működnek. És hogyan keletkeznek, és hogyan is szűnnek meg. És hát az egyik alapvető felismerésem az az volt egy ilyen meditáció során, hogy bizony, bár általában minden spirituális út a kereszténységtől kezdve, a buddhizmuson át, az iszlám, a zsidóhit, meg minden, ami van, hinduizmus. Tehát ugye minden tulajdonképpen valamilyen módon a szeretet felébresztésére tesz törekvéseket, tudom, tudom, tudom. Nagyon sok terrorista van, aki Mohamedán, és voltak keresztény terroristák is, és volt Keresztes háború, meg inkvizíció, meg most a buddhisták Mianmarban megölték a muzulmánkat. Tehát tudom, ezt ne keverjük össze a tannal. A tanok általában nem erről szólnak, hanem arról, hogy fölébredszenek valamit, ami ezeken a viselkedésformákon túlmutat, és ami ezeket a viselkedésformákat és mintákat fölülírja. Úgyhogy a megfigyelés eredménye, mondom, az volt, hogy bár az a cél, hogy például a buddhizmusban, hogy a szeretőkedvesség, amit talán a taoizmus úgy hív, hogy nagy erény. Tehát az a fajta szeretet gyakorlás, az a fajta kedvesség kedvességgyakorlás, amiben nincs üzlet. Ami azért történik, mert rájössz, hogy ezen az úton helyes járni. És ez működteti a világot igazán. Ez forgatja megfelelőképpen a kereket. Tehát, hogy itt nincs bicsaklás, itt nincs súrlódás, hanem úgy, úgy, forog a kerék, ahogy soha nem forog, mert a kerék egy idea alapján keletkezik, a forgása idealizmusnak a terméke, és az, ami meg gyártja, ez alapján az idealista elképzelés alapján a kereket, ami forog, az már nem képes úgy működni, hogy elképzelhet, és ez miatt a kerék ugye bicsaklik, törik, surlódik, ütődik, tehát, hogy ez, ez így működik. De alapvetően ugye ez a fajta nagy erény felébresztése lenne a cél, de mire odáig eljutunk, sajnos egy ilyen meditációs ülésben is rájövünk, hogy bizony, a negatív előjellel illetett érzéseink, gondolati tartalmaink sokkal könnyebben ébrednek föl, mint a jónak gondolt érzéseink is, tapasztalásaink és tudati tartalmaink. Tehát a, a, amit rossznak hívunk, az sokkal könnyebben ébred. A fájdalom, a harag, a dű, a cinizmus... Peti, jó magam, ezt nagyon sokat gyakorlom, óriási hibám. A szarkazmus, tehát a gúny, az intrika, ezek nagyon könnyen ébrednek föl az emberi tudaton belül. És ez egy nagyon érdekes megfigyelésem volt a meditációban, és aztán azon meditáltam, hogy vajon ez miért lehet, vagy hogyan keletkezhet ez. És akkor ez odáig vezetett el engem, amit Ellen watts hallottam, hát ugye nagyon sokféle istenképpel dolgozunk mi emberek. Jó magam, nem vagyok annyira érdekelt Isten motivációinak kiderítésében, hiszen bármi is legyen az, azt gondolom, hogy nagyon sokat ez a mozimon nem nagyon változtat, tehát látom, hogy lejöttem, és hát ezt a játékot lejátszuk a játékszabályok szerint, ahogy az kell, és akkor a játékszabályokon belül talán tudunk úgy működni, hogy még jobbak legyenek majd a játékszabályok, vagy kellemesebbek, vagy a fene tudja, vagy ügyesebben játszuk le a játékot, de hát a játékot le kell játszani. Tehát azt gondolom, hogy Istenen morfondírozni, hogy mit és miért csinál, és hogy jó vagy rossz, vagy segít, vagy nem, ez nem nagyon érdemes. De persze van, akit ez leköt, és hogyha neki ez működik, akkor érdemes is csinálni. Na, szóval vissza ez a dologhoz, amiről beszéltem. Ugye, mi itt Európában? Azért egy olyan kultúrkörben vagyunk, amit úgy hívnak, hogy zsidó keresztény kultúrkör megint fájdalmasat mondok, valamilyen módon még az iszlám is majd ide tartozik, nem véletlen közelkeleti keleti vallás, tehát nagyon sok kapcsolódási pont van egyébként az iszlám és a kereszténység között is, még bizonyos szentjeink is közösek meg vannak, azt hiszem történetek is, amik megvannak mind a két vallásban. De most vissza a zsidó-keresztény kultúrkörre, tehát az az igazság, hogy mi úgy vagyunk szocializálva, hogy mi így fentről kapjuk a morált, meg az erkölcsöt, ugye nagyon erkölcsösek vagyunk egyébként, meg morálisan nagyon helye, helyén van itt mindenki, ugye. Tehát, hogy ennek nagyon jó aktuál politikai momentuma volt a Jakab Péter Orbán Viktor vita, hogy egy kicsit, hétköznapi vizekre is evezek, és feldühítsem az ellenzéki szavazókat. Tehát ugye, amikor a Jakab Péter egy morális felső pozícióból a Sogunnak, mindannyiunk nagy vezérének elmondja, hogy nagy az arc, nagy lesz az és lopnak, csalnak, stb. és ugye nyomja okosságokat, és akkor a Sogun föláll, és igazából szembesíti a saját maga erkölcsével és moráljával, hogy hát képviselő úr, nem sajnáljuk mi öntől azt a havi 4 millió nettót, meg a sofőrt, meg a autót, meg a lehetőségeket. Tehát tulajdonképpen megmutatja, hogy ön is belül van a körön képviselő úr. Nem, saján, nem sajnáljuk mi Tehát ez az, mikor ugye szembesülünk az a fajta morállal, erkölcsel, amit mi kapunk valahonnan fentről állítólag, de amivel igazából nem azonosulunk, és nem is gyakoroljuk, de természetesen sem, senki. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy ez politikai oldaltól, vagy nézettől függ, vagy társadalmi helyzettől. Tehát az egész erkölcsi, morális berendezkedésünk, hogy működik, az nekünk képmutató itt nyugaton. Valamiért ez így alakult, és valószínűleg azért lehet így, mert az van, hogy mi, tehát így készen kapjuk az erkölcsöt, meg a morált. Tehát mielőtt találkozhatnánk azokkal az élethelyzetekkel, amik alapján kialakíthatnánk a morális vagy erkölcsi álláspontunkat, az az igazság, hogy mi már megkapjuk a tíz parancsolat formájában, ugye. És akkor abból áll az életünk, hogy megkapjuk ezt a tíz parancsolatot, ugye nagyjából tudja mindenki, hogy mi az, meg hogy a hétfőbűn, és akkor... Ilyen vagy olyan formában egész életünkön keresztül ezzel lázadunk. Természetesen a mi lázadásunk mindig rendjén van, de amikor a másik lázad, vagy a másikében a hibát találunk, az ugye ez, erre mondja a mondás, hogy másokképpen a szálkát is, magunkében a gerendát sem, meg ilyenek van. Tehát azért megvan itt is az okosság a mi kultúrkörünkön belül is, ami folyamatosan figyelmeztet arra, hogy mi van, meg egyébként a keresztény úton is megvan ez a megvilágosodási lehetőség, csak amiatt, hogy rengeteg ilyen képmutatása van dolog körbevéve, ez miatt sokkal nehezebb igaznak maradni ahhoz az úthoz, amit például Jézus Krisztus nevű bódiszatva kiszabott a tanítványai számára. Tehát az van, hogy mi így fentről kapjuk, és ugye folyamatosan szembesülünk azzal az életben, tehát hogy megjön ez a tíz parancsot, ami meghatározza az egész berendezkedésünket, és egyébként félre ne értsetek, tehát ez a fajta képmutatás, ez a távolkeleten keleten is megvan a társadalmak felépülésében. Meg ne felejtsük, hogy például a buddhizmus vagy a hinduizmus egy társadalmi felépülés, és választ, például a kasztrendszerrel, meg hogy azt hogy visel, de azt a fájdalmat, stb. De ami a lényeg, hogy ugye felépülnek a rendszereink, és akkor tíz parancsat ránk nézve kötelező, de akkor látjuk, és folyamatosan tapasztaljuk, hát, hogy a tíz parancsolat a rendszer számára mégse kötelező, meg vannak bizonyos figurák, akiknek ezt nem kell betartani, és mégis működik az élet, tehát a nyilkosra is süt a nap, és valóban egy bankrablót elítélnek, vagy börtönbe csuknak, meg megteszik ezt adott esetben egy gyilkossal is. De például, ha háborút hirdet valamelyik ország, és akkor te, mint katona, átmész a másik országba, és lemészárolod egy falu népét, akkor meg hát ugye hősnek járó plecsnikkel csapkodják tele érdemrendek formájában a melkasodat. Tehát folyamatosan látjuk és tapasztaljuk azt, hogy mennyire képmutató a rendszer és mennyire ellene megy annak az alapvető erkölcsi tanításnak, amit már a gyerek a világba érkezésekor készen kap. És utána folyamatosan a szeme kérdőjeleződik meg. Tehát ezért vesznek el ennyien. És ennek a lázadásnak a formájában ugye, ugye folyamatosan ilyen ellentétek alakulnak ki az emberen belül, Na most uh, Ellen Watts, amiről beszélt, és akkor mindjárt visszamegyünk ám a farbához, remélem nem eveztem nagyon távara. Tehát ugye arról beszél, hogy a hinduknál is egyébként, most nem síváról, meg Krishnáról, meg Visnúról beszélek, hanem ott is van egy alapvető, egy ős, egy nagyisten kép. Tehát ott is van egy nagyisten. A, ez a Vishnu, meg ez a Krishna, ezek már ilyen Kisebb Istenek. Remélem nem mondok nagy hülyeséget, de az a lényeg, hogy ők már a nagy Isten inkarnációi valamilyen formában. De, és most nem is a buddhizmusról beszélek, hanem a buddhizmus őséről, a hinduizmusról. Tehát ott is van egy nagy Isten, de teljesen más az Istennek az a fajta működése, hogy a világ kialakul. És a világ működése. Elindul és működik. Tehát, hogy annyiban minden Isten kép hasonlít, tehát nem különbözik ez egyik vallásban sem, gyerekek, hogy az Isten az mindenhol úgy van értelmezve, hogy téren és időn túli létező. Magyarán nagyjából úgy működik, hogy például ezt az létező összeszögből egyszerre látja. Tehát mikor te távol kerülsz ett a dologtól, ugye megnézed közelről, akkor szinte semmit nem tudsz róla, és ahogy távolabb kerülsz tőle, akkor egyre többet tudsz meg róla. Na mindegy, de még úgy se látod isteni látás, mert az Isten ezt egyszerre minden szögből látja, és a keletkezését és a megszűnését is az összes formában tapasztalja, tehát hogy ezt hányféleképpen rakhatták össze, és hányféleképpen sem is jöhet meg. Tehát az Isten a Föld bolygó keletkezésének összes módját, és a megszűnésének is az összes módját, a mi sorsunknak az összes lehetőségét, ahogy mi alakulunk, ahogy a világra születünk, hogy mi lehet belőlünk, és hogy végezzük. Tehát adott esetben lát engem dopmenként, azt lát Pityinger Lászlóként, aki kőműves, lát Pityinger Lászlóként, aki lehetett volna miniszterelnök, és úgy futja be a pályáját, látható úgy, hogy alkoholista vagyok, és látható úgy, hogy jogász professzor, bármilyen módon, és ezt egyszerre mindenkiről mindent lát, és mindent tud az Isten. Az összes lehetőséget látja, az összes szögből, tehát minden tudással fel van, ugye vértezve, valóban övé a minden tudás fájának a gyümölcse, és mivel mindent tud mindenről, tehát nincsenek előtte titkok, érted? Semmi, mindent vág, ezért marhára unatkozik. Tehát, hogy mikor minden tudsz, akkor végigis unalom van, érted? Na most. A hinduisten így módon már különbözik a zsidó-keresztény Istentől, legalábbis véleményem szerint, mert ez a hinduisten, ez esendő, ugyanis képes az unatkozásra. Na most már itt nagyon emlékeztet ránk emberekre, és mivel marhára unatkozik, ezért elfeledkezik magáról. És ebben az elfeledkezésben, beleszeret az anyagba. Bizony. Beleszeret az anyagba, és manifestálódik mindenben. Emberi lények formájába, tárgyak formájába, állatok, növények, stb. Tehát mindenek a formájába, ugye, manifestálódik, kialakul belőle ez a körforgás, ugye, ami rengeteg súrlódással, törődéssel, ütődéssel, nevetéssel, fájdalommal, haraggal, meg minden mással, amit ismerünk jár, és igazából ebbe tobzódik az Isten magyarán, folyamatosan egy filmet néz, ami egyszerre dráma, horror, pornó, vígjáték, komédia, romantikus film, és a többi családregény, tehát ezeket nézi, és folyamatosan ugye ebben van, és akkor ez ilyen ciklikusan működik, hogy hegyen, völgyön, zakatol a vonat, hol csúcspont van, hol mélyrepülés, ugye ez a szamszára, amit a buddha szamszárának nevez, tehát az a fajta cirkulálás, amiben mi érző lények, meg tudati tartalmak, amik újabb és újabb formát öltenek, körbe-körbe, karikába ugyanazt csináljuk. Ez egyébként a saját privát életünkben is így működik. És tehát ezzel nagyjából egy választ ad a működésünkre, tehát a mi világunk működését tulajdonképpen, hát alapvetően ugye a vágy generálja, mert akkor ez az Isten, aki elfeledkezik magáról, mert unja minden tudást, vágyik valami izgalomra, ugye, és az izgalom az az unalom ellentéte, tehát a mi világunk működését azt az unalom megszüntetésének a vágya Forgatja előre. Na most ennek már közvetlen köze van ahhoz, hogy miért van az, hogy a negatívnak tartott tudati tartalmak, viselkedésformák, amikről a jedik úgy beszélnek, hogy a harag, a dű, ugye, ami a szitlovagsághoz vezeti az embereket, sokkal könnyebben ébrednek fel az emberi lényben, de egyébként mindenki másban is. Tehát, hogy ez a könnyű út, ami, ami izgalmas, mozgalmas, tartalmas, de rengeteg fájdalommal jár. Magyarán menekül az unalomtól az ember, és mivel az unalom megszüntetéséhez izgalom kell, vagy izgalmas szituációk, ezért folyamatosan generálja az izgalmat az ember, és azért kelnek föl könnyebben ágyukból a negatív tudati tartalmak, mert ők az izgalom generálására sokkal, de sokkal alkalmasabbak. Tehát az emberi lény, meg egyébként a többi érzőlényse ugyanúgy, ahogy a hinduisten, ami megfeledkezve magáról beleszeret az anyagba, és az izgalom miatt imádja és élvezi ezt a szamszarikus topzódást, ezt a vérbetocsogást, a szenvedést, a szerelmi bánatot, meg az összes ilyen shakespeare dolgot, tehát tulajdonképpen az ember is ugyanúgy létezik, tehát a hindú isten képében, meg a hindú isten működésében, ugye az ember működését írták le valamilyen módon, ellentétben a keresztény zsidó ahol inkább egy ilyen idealizált apa figurát látunk, aki megmondja nekünk a tíz parancsolatot, de utána persze ő is átlépi millióféleképpen annak a betartását. Na, hát például mi emberek is azt mondjuk, ugye, hogy a nyugalom az unalom. Tehát, hogy egyébként az összes háborunk, a szerelmi vitáink, a kapcsolati szenvedések, a minden, amit el tudunk képzelni, negatív történésnek tartott dolog az életünkben, az valamilyen módon azért történik, mert unatkozunk. Tehát szokás felöltöztetni ezeket a dolgokat ilyen jelmezekbe, mint hogy a farsangba, farsangon szokták, hogy, hogy hú, ez a szent háború, meg a politikai ellentét, meg ezért teszem, hogy a világ szebb legyen, a családomért teszem, és a többi, és a többi. De ha mélyen lemegyünk a dolgok mélyére, tulajdonképpen azért teremtődik a világ, mert ha nem teremtődne a problémáival, a megoldandóival együtt, akkor igazából unatkoznánk. Tehát ugye így működik egy kapcsolat. Hogy? összejössz egy nővel, és akkor vágyakozol rá, és akkor ő is vágyik rád, és összejöttök, megismeritek egymást, és akkor először, hú, nagyokat keféltek hónapokon keresztül, egy mit tudom én, három hónap és három év között jön -e az az idő, hogy egyszer csak valami unalmas lesz. Na, akkor még átforgatom, megforgatom, minden onnan, amonnan, beledugom, ahova lehet, meg ami közé. Ő is megcsinál velem mindent, amit szeretne, és aztán az sincs, és akkor keresünk valamit, amin egymásba köthetünk. És akkor egymásba kötünk, és utána az egymásba kötésből lesz egy háború, és a békeszerződés megpecsételéseként jön egy hatalmas béke, békülő szex, és az hú de jó. De annak a hú de jó tartalma egyébként, hát mondjuk úgy, hogy nem tart sokáig, és megint eszkalálódik valami probléma, és aztán esetlegesen lesznek gyerekek, akiket szintén nem sikerül olyan szerető kedvességet szeretni, mert amíg megfelelnek a nekünk elképzelt világképnek, addig jó, de hogyha nem, akkor azonnal ugyan a háborús érzelmeket táplálva rohanunk velük szemben kardváltásba, és ők is ugyanezt csinálják visszafele. Tehát ugye ezek a negatív, Tudati tartalmak, és ezeknek az ébresztése, meg működtetése, ez izgalomban tartja a világot. Na most, ami a jó hír egyébként, hogy ezek nincsenek egyedül, tehát azok a fajta dolgok, amik jónak, meg helyesnek, meg előnyösnek, meg pozitívnak vannak tartva, az emberek tudatában, és amit sokkal, de sokkal nehezebben gyakorolnak. Tehát az együttérzést, az önzetlen szeretetet, a feltétel nélküli szeretetet. Tehát nincs is feltétel nélküli szeretet, mert a feltétel le a szeretetnek, hogy legyen mit szeretni. Tehát még aki a szeretetért szeret, annak is van feltétele, tehát annak a szeretetnek is van feltétele, mert a mi világunkban Mindennek van feltétele, de ami a lényeg az az, hogy valamilyen módon a felébredő negatív tudati tartalmak azok végül a pozitív tudati tartalmak képében kioltásra kerülnek, kialakul egyfajta mondjuk úgy, hogy egyensúly, de inkább az a baj nem egyensúly alakul ki, hanem egy ilyen ide-oda rángatózás, és az ide-oda rángatózás okozza azt, hogy ez a körforgás folyamatosan működik. Szóval az az igazság, hogy az a fajta minden tudó isteni lét, ami megfelelő távolságban van a dolgoktól, és ezért a helyén tudja őket kezelni, még az Isten számára se érdekes, nem hogy az emberek számára. Na most, ahogy ugye az előző videóban mondtam, amit majd összevágok ezzel, tehát emiatt ezek a negatív tartalmak sokkal könnyebben ébrednek föl mindannyiunkban, bennünk is. Vagy bennem is. Tehát nézzétek meg, próbáljátok ki magatokat a hétköznapokban, hogy milyen könnyen jön a szátokra az intrika, a kritika, a negatív megjegyzés, és nézzétek meg, hogy bármilyen embertársatokat, vagy bármilyen jelenséget megláttok, ezt le lehet vizsgáztatni, a legtöbbször elsőre valami negatív dolog jön, vagy ítélkezés, vagy gúnyos gondolat, vagy lesajnálás, vagy magad alá pozícionálás. Tehát ezek sokkal könnyebben ébrednek, és akkor aztán ahhoz, hogy esetlegesen a szeretőkedvesség vagy a szeretet megjelenjen, akkor ehhez már ugye gyakorolni kell valamit. Mert az van, hogy ezek egyébként mindig párba járnak, mert mi duali, tehát dualitásban élünk, és így is gondolkodunk. Tehát mondjuk az a jó hír egyébként, hogy ahogy az isteni létezés megbomlik, tehát ugye ez szétbomlik negatív és pozitív tartalmakra, ezek igazából összetartoznak. Erre mondja ugye Tiknát Hán, a nagy buddhista tanító, zen tanító, hogy a lótusz virág is sárból kell ki. És valahol itt jön az a megújulás vagy megszabadulás, jelleg a dolognak, amiről így beszélni akartam nektek, hogy ha belegondoltok, ugye maga, ami a megnyugvást hozná, ami a megszabadulást hozná, ami az alakulást hozná az életünkben, az az lenne, hogyha Megint fölvennénk az isteni létezést, vagy legalábbis törekednénk rá, hogy megpróbáljuk fölvenni. Tehát, hogy nem innen nézném ezt a tálat, mert így semmit nem tudok róla, és ilyen prekoncepcióim vannak, hogy ez most jó vagy rossz, most azon túl, hogy hideg, és éppen hűti a fejemet. Tehát, hogyha innen nézed a tálat, mit tudsz róla, érted? Semmit. És akkor hogy távolodik egyre több információd lesz. És akkor tudod majd hova tenni. Jó esetben meg is fordíthatod. Tehát segíthetsz ám magadnak, hogy az isteni látást megszerez, mert forgathatod. És a momentumban egy csomó mindenre rájössz vele kapcsolatban. Úgyhogy erre érdemes törekedni. Na most, ugye az ember azt hiszi, illetve hát maga az Isten is azt hiszi, hogy ez, ez, egyébként nem egy olyan áldásos létezés, mert hogy unalmas. De igazából nem unalmas, hanem ez tök jó. Mert amikor megfelelő távolságba kerülsz a dolgoktól, és az itt és mostban vagy képes értékelni a dolgokat, és ott vagy képes létezni, akkor meg tudsz oldani egy csomó problémát, föl tudsz oldani egy csomó fájdalmat. És könnyíteni tudsz az életen, és ez, ez marha jó, magad, meg mások számára is. És ezért érdemes talán foglalkozni a meditációval, és rácsodálkozni arra, hogy hogy működnek ezek a dolgok. Mert vissza a farbához, tehát tény az, a jól mondta a jódaluknak, hogy a harag, a gyűlölet, a hatalomvágy, az intrika, a kritika, az ellentmondás, ugye a folyamatos háború, ez a könnyebb út, izgalmasabb, működőképesnek tűnik. De ha nagyon őszintén megnézzük magunkat, akkor bizony mindig szenvedés keletkezik belőle. Tehát most látjuk ugye ezt az élethelyzetet, amiben az egész világunk eledzik, hát csak a szenvedés van belőle. Csak a fájdalom. Ugye jönnek az oltások akkor mondják, jön a megnyugvás, de a másik már mondja, ez az oltás nem jó, az sem jó, hú, ezt most kimondták, mit mondtak, hol mondták, és a szavak tengerébe az indulatok tobzónak marha izgalmas, teljes izgalomba van tartva, az egész emberiség dolgozik, a félelem, jön az akció, minden, de közben ugye folyamatosan ott a szenvedés, őrlődik az ember, stb. Ugyanez a kapcsolat is. Tehát a újra és újra felkorbácsolt problémák és veszekedések, amik aktuálisan lehet, hogy izgalmassá teszik a viszonyt, de hosszú távon kiégetik, és kiveszik belőle a szerelem, meg a szeretet, és megszűnik. Ugyanez van a háborúkba, az országok közötti konfliktusokba, a különböző érdekcsoportok közötti konfliktusokba, a magyar közéletet, ha megnézitek. Most már nem is megoldásról szól a dolog, hanem csak konfliktusról. És a konfliktusban vannak álláspontot fölvevő emberek, akik a konfliktust figyelik. És minél nagyobb a konfliktus, minél nagyobb a veszekedés, mindig van egy kis izgalom, tovább gurul a kocsi, de közben kiég az egész, és annak a végén egy még nagyobb szenvedés van. Tehát ezért van az, hogy aki próbál megújulni, vagy a megújulást próbálnánk végrehajtani, az azon az úton, amit én igyekszem követni, és amin én is botladozva járok, de talán haladok rajta, legalábbis merem remélni, vagy bízok ebben, és ami egyébként mindannyiokatok előtt nyitva áll, mint lehetőség és választás, mert a végén rájöttök, hogy a választásaitok vagytok, meg a tetteitek mást. Ugye nem nagyon tudunk mondani, hogy hosszú távon a tietek lenne. Tehát, hogy ez a nehezebb út. De ez a szabad út. Tehát a, a tudati tartalmak közvetlen közelről való figyelésébe szeretve, a különböző szélsőségekben mozogva, az a könnyebbik, de az a fájdalmasabb út, vagy, vagy, vagy az a több szenvedést okozó út, az a veszteségek útja. Ez, ahogy megújulhatunk, ez a szabad út. Amikor megpróbálunk rátekinteni minősítés nélkül a világra, mert tudván azt, hogy a világnak minden jelensége ott van, Azért, mert ott a helye, és nem áll magában, és mindegyiknek van több vetülete. És a több vetületével együtt alkot egyetlen egészet, és az összes együtt rezgő dologgal együtt létező teljes tartalom. Tehát, hogy nem lehet más nélkül értelmezni. A jobb kezem nélkül a balt nem tudom értelmezni. Ha levágják a bal kezem, a jobb kezem, akkor a levágott bal kezem gondolatához értelmezem. Elnyomó, elnyomót nélkül nem működik. Elnyomót, elnyomó nélkül nem működik. Szükségük van egymásra. Ellenzéknek kormányra. Orvosnak betegre. Betegnek orvosra. Tehát az orvosnak igazmondásra, hazugságra, és aktuálisan alkalmaz a dolgokra. Ez az egész forgás így történik. És ahhoz, hogy ezt a helyén tud értelmezni ezt a dolgot, ahhoz bizony, ha ebben működőképesen akarsz létezni hosszú távon, viszonylag kevesebb szenvedéssel, több örömmel mosolyal az arcodon, akkor talán érdemes a szabadúton járva megismerni ezt a működést. Mert ha megismered és a helyén kezeled, akkor egyszer csak meglátod, hogy egyre kevesebb lesz az életedben a probléma, a nehézség, és amikor jönnek, a nehézségekkel is könnyebben tudsz bánni, és megtalálod rájuk a megoldásokat. Egyébként tök érdekes, a fam a könyvében van szó az ironikus elehatásról. Tudjátok ezt egyébként gyakorolni, tehát ki lehet próbálni. Például mondok egy jó meditációt, most úgyis meditációt Akart már mindenki, de még nem tartottam soha. De például mondok egy jó meditációt, hogy Magyarországon nagyon népszerű például a pörkölt, és akkor legyen az a meditációnak a címe, hogy pörkölt meditáció. És mondjuk az legyen a meditáció, ezt egy tibeti szerzetestől hallottam, nagyon működik csak arra, hogy hogy működik az ironikus elehatás, hogy most megütöm a harangot háromszor, és utána egy percig bármire gondolhattok, bármire, szexre, szeretetre, autóra, jövőben végrehajtandó célokra, vágyakra, bármire, egy dologra nem gondolhatok, egy percen keresztül pörköltre. Jó? Beütöm a harangot, próbáljuk ki. Na, hogy ment? Én magam is egy folytában azon gondolkoztam, hogy pörkölt, pörkölt. És hogy kinek hányszor jut az eszébe, hogy pörkölt. Tehát így működik az ironikus elehatás. Ha valamit nem akarsz, vagy nem szabad, akkor automatikusan bekapcsol egy dolog ez az ironikus elehatás, hogy azért is jön ezerrel. Ez arról szól, hogy a szabad úton nagyjából hogy értemes törekedni. Tehát itt már az van, hogy megszületik egy olyan dolog, hogy ez a nagy akarás, birtoklás, nagy akarásnak nyögés a vége. Tehát a szabad úton amikor meg akarod ismerni a világot, akkor nem kell akarni. Valamilyen módon egyesíted ezeket a tartalmakat a megfigyelésben, amiket egyébként szétbontasz, és ugyanúgy megtapasztalsz az életben, csak nem egyben. Tehát amikor leülsz, és vagy állsz, megfigyelést végzel, a légzésedet nézed, a fölmerülő tartalmakat, stb., akkor igazából nem kell őket ignorálni, nem kell őket kiktatni, nem kell őket radírozni. Tehát ha félelmet érzel, nem kell akarni megszüntetni. A gyűlöletet nem kell akarni megszüntetni, csak meg kell nézni, hogy hogy működik, honnan jön, hogy múlik el, mi az oka, hogy lehet semlegesíteni. És amikor elkezded így megfigyelni a világot, akkor rájössz, ugye, hogy ez az egész, ez a szétbomlásban, a mínuszra, pluszra, szétbomlásban működő, relativitáson alapuló világegyetemnek, ez a dráma, horror, pornó vigyátéka, amit túl komolyan veszünk. De még a háború a gyilkosság, a legnagyobb politikai viták, a betegek kezelése, ez egy túl komolyan vett tánc, ahol az emberek túl komolyan ragaszkodnak a saját maguk nézeteihez, eszméhez, elképzeléseihez, stb. a világra alkotott képükhöz, a magukra alkotott képükhöz. Tehát túl komolyan vett dolog, túlzottan Kifagyott álláspont, túl komolyan vett szerep, ami alapvetően azért sérül, mert amikor rájössz, hogy hogy működik a világ, akkor rájössz arra is, hogy ami túl ki van fagyva, túl szilárd, az túl törékeny lesz, mert a világ az meg folyamatos változásban van, és a folyamatos változás az nem támogatja a kifagyott, megszilárdult állapotokat, tehát ezáltal rájössz arra a megfigyelésedben, a rájössz arra, hogy ezek a ketté duali, dualista tartalmak, mint a rossz, jó, stb., ami egyébként mindig relatív. Tehát ami Jakab Péternek rossz, az az Orbán Viktornak jó. Mondjuk pont nem jót mondtam, mert Jakab Péternek se olyan rossz, mint ahogy elmondja, mert ő valamilyen módon oda tartozik, ahol az Orbán Viktor el is mondta, és Isten igazából, ami Orbán Viktornak jó, az most a Jaka Péternek is jó, de mondjuk, ami a Mészáros Lőrincnek jó, az a Borsodi cigány soron feltétlenül nem annyira jó az ott lakóknak. De közben szükségük van egymás ahhoz, hogy ez létrejöhessen. Csak túl komolyan veszi mindenki a szerepét, és ezért alkalmatlan arra, hogy egy picit is kimozduljon a szerepéből. Ha megnézitek, ebbe fuldoklik most a világunk. Na most, ami a legszebb egyébként, hogy minél jobban szenved valaki, annál komolyabban veszi a szerepét, annál kevésbé látját a világnak a működését és megújulni ott lehet, hogy rájössz arra, hogy ez a világ hogy működik. És félre ne értsetek, se a buddhizmus, se a taoizmus, se a zen, se a kereszténység, se a iszlámit, se a szufiság, sem a zsidóhit nem ment meg téged attól, hogy a világba ezt a mozit le kell játsz, mert az az igazság, hogy a szerepet kiszapták, meg kiszaptad magadnak, mert létre akartál jönni, meg anyád, meg apád egy nagy akarás folytán létrehozott, és aztán világra születtél, és hordozott generációkon keresztül azt a fajta információt, amit továbbadtak, és, és, a legtöbben nem jönnek rá, hogy mit kéne meggyógyítani, mi az a fájdalom, amire orvosságot kéne találni, amire egyébként így rá lehet jönni. Tehát, hogy már alapvetően egy nagy akarás van az emberben, a ragaszkodás a létezéshez, a szerzett dolgokhoz, mert azt hiszed, hogy van, meg a tiéd, de igazából nincsen, mert folyamatos változás van, és a változásban minden tartalom jön és megy. Ez ugyanígy igaz a vagyóra. Nincs vagyonod, azt hiszed, hogy van, de nincs, jön és megy. Ezért szenvedsz, mikor megkapod a fizetésedet, mert örülsz harmadikán, hogy odaadják a fizetést, de negyedikén, meg ötödikén már jön a csekk, és nincs fizetés. Tehát tulajdonképpen sose volt fizetésed. Mert minden jön és megy, azt akarjuk megteremteni, hogy ne jön és menjen, és közben jön és megy, és nem tudunk mit csinálni. Félünk a vírustól, hogy meghalunk, mint hogyha nem tudnánk, hogy egyébként is meghalunk. Tehát, hogy így is, úgy is jövünk, megyünk, fájdalmasabb vagy kevésbé fájdalmasabb módon, de ez van. De még egyszer mondom, egyik tan se, egyik úgy se ment meg attól, hogy lejázd a játékot, mert ezt le kell játszani. Erre váltottál jegyet, meg ennek vagy a szereplője. Tehát ezen nincs gond, de a szemszögödön a szemszögeden, azon, a az szögödélyesen mondtam, tudsz változtatni, és az nagyon sokat tud segíteni. Ne tudd megmennyit, Rengeteget, teljesen megváltoztathatsz, egy csomó mindent. Egy rakás betegséget nem fogsz megszerezni, amit a nem megfelelő álláspont miatt szerzel. Egy csomó emberi kapcsolatot fog tudni másképpen funkcionálni. Egy csomó emberi kapcsolatot, ami nem funkcionál megfelelőképpen minden jó szándékod idézőjelbe véve, vagy helyes szándékod ellenére, el tudsz engedni, és föl tudsz oldódni, és meg tudsz szabadulni. Tehát elengedést tudsz gyakorolni, és ez rengeteget tud segíteni. És ha, ha mindenről tudod, hogy igazából semmi sem a tied a döntéseiden keresztül, akkor nem nehéz az elengedést gyakorolni, mert sose volt a tiéd. Mit kéne elengedned? abban a pillanatban tudod élvezni. Hát ugye ezért borzalmas a hatalom. Szerencsétlen palik, akik azt hiszik, hogy övék a hatalom, egyfolytában azon rettegnek, hogy mikor vesztik el, mert igazából sose az övék, és a véjen, a butha tudják, hogy nem az övék. De annyira elaludtak a hatalomban, hogy azt hiszik, hogy az övék, és aki meg, meg akarja szerezni a hatalmat, az meg azt hiszi, hogy majd az övé lesz, de sose lesz az övé, mert semmi nem a tiéd. Érted? És hogyha ezt a, ezt a tudást megszerzed, akkor minden megváltozik. Tehát egy, egy forradalom, egy valódi forradalom fog lezajlani az életedben, és akkor rájössz, hogy kevesebb lesz a fájdalom. És teljesen természetes, hogy ez sose fog megszűnni a fájdalom. Tehát ez a tudás nem fog megmenteni attól, hogy Megbetegedjél adott esetben, és meghallja betegség miatt, vagy éppen lezuhonsz a repülővel, vagy ne üljenek meg, stb. Tehát mindez előfordulhat. De rájössz arra, hogy mindez milyen okból történik. És az, hogyha rálátsz erre, az már rengeteget tud változtatni rajtad. Annyira forradalmi változásokon mehetsz keresztül mindenbe a táplálkozásodba, a szüleidhez, a gyerekeidhez való viszonyodba, a testvéreid iránt való kapcsolatba, az más emberi lényekbe, az alapvetően fölébredő gondolataidba. Tehát az egy nagyon fontos például, ugye a negatív tartalmakról beszéltem, hogy milyen könnyen ébrednek föl, akár bennem is. Tehát amikor ez a zen, hogy nem az a lényeg, hogy valami, ne történjen meg, hogy valamit elnyom hanem ha megtörténik, vedd észre, hogy az megtörténik. És ha észreveszed, hogy megtörtént, akkor látod, hogy hogy működik. És szépen, ahogy dolgozol ezen, hogy észreveszed, hogy hogy történik, egyszer csak átalakul a működésed, és már más lesz az első szándékod, ami fölébred. És mikor ezek a tartalmak összeolvadnak, a negatív és a pozitív, és meglátod a dolgokat az egészükbe, akkor hirtelen a szimpátiád is megébredhet a világ iránt. És akkor forradalmi változásokat tudsz ébreszteni a világban. Hát például itt voltam napokban, ugye, hogy hát őszinte részvétem a Sóbert Rékának, aki elvesztette az édesanyját, és most biztosan szörnyű pillanatokat él át, és ha megnéztétek a kommentekbe az emberek, amit odaírnak, alá csupa ilyen nem észrevett, fájdalomból táplálkozó megnyilvánulás, amely rakás szenvedést pingpongozik oda-vissza. Bármilyen jelenségek kapcsolatban, ha ilyen történik, ez megfigyelhető, de ha már megcsinálnád és észreveszed, akkor egyszer csak nem mondott ki. Nekem volt tegnap ilyen dolgom, ugye van a Hajdú Péternek a műsor a Live TV-n, és láttam egy ilyen promót, hogy a Gáspár Zsolti behurcol neki egy ilyen malacot a hátán, és akkor ott együtt töltik az estét, és a promo másik felébe a Hajdú Péter ilyen nagyon mély tekintettel ilyen tényleg igazi, mély érzésekre utaló kérdéseket tesz fel a Zsoltinak, és nagyon nézi, és ő is ilyen drámaian néz, és eszembe jutott, hogy hát rég gondoltam már ilyet, ilyen műsor kapcsán, de hogy ki lehet az az ember, akit ez érdekel. Hogy ki lehet az, akit érdekel, hogy a Hajdú Péter tartalmasan nézi a Gáspár Zsoltit. És úgy volt, hogy rég nem posztoltam a Facebookon ilyet, de ez most kikívánkozik. És elkezdtem leírni, és észrevettem, hogy mit csinálok, és abba hagytam. És nem azért mondtam el, ez sem most nektek, amiért ezt ki akartam akkor posztolni, hanem hogy ez volt az a pillanat, amikor elkezdtem írni, hogy észrevettem, hogy mit írok le. És nem írtam le. Tehát már egy változás van, amivel nem indítottam el több szenvedést ott abban az adott pillanatban, ami lehet, hogy egy csomó lájkot like kaptam volna, meg supportingot, meg támogatást, és hú, de élveztem volna magamtól, de egy tök szar dolgot csináltam volna amitől nem lesz kerekebb a világ. És az is a helyén van, hogy tök szar dolgokat csinálunk, amitől nem kerekebb a világ, de van esélye, hogy rájöjjünk, hogy ez történik. És attól, hogy más nem teszi kerekebbé a világot, attól mi még tehetjük kerekebbé a világot, és ezért nem kell őt címkéznünk, pozícionálnunk, elítélnünk, mert ő csak úgy működik, mint a világ egyébként, és mint ahogy mi is többnyire. Tehát erre lehet ráébredni. És hogy hogy lehet ezt a legjobban művelni? Hát itt pont ezt az akarást, meg ezt a, ezt a feszülést kell elengedni, szemszöget kell változtatni. Tulajdonképpen most bokszolói hasonlattal jövök, tehát, hogy mint hogy egy világbajnoki sem vennél részt, ahol mindent megteszel, amit akkor is megtennél, ha akarnád azt a címet, tehát ugyanúgy törekszel, mintha akarásból csinálnád, de kihagyod belőle azt az akarást ami a negatív tartalmakat generálja. Tehát akarás nélkül érdemes törekedni. Ha ezt meg tudod valósítani, akkor már közelebb kerülsz a megértéshez valamilyen módon. Így tudsz megújulni, ha rálépsz arra az ösvényre, aminek a. Tehát amin haladva, valóban megismered a világot. Tehát rájössz arra, hogy mi és hogyan működik a világban. Na ez volt a ma esti Dharma beszéd, ami közel se volt tökéletes, és biztos, hogy ezer sebből vérzik, de miért ne tenni? Hiszen ez a dolga. Viszont a gondolatot ébresztett bennetek, és elindultok valamerre, ebből kifolyólag, akkor már megérte. Ha nem, akkor is. Próbáljátok ki, ha működik, működik, ha nem, hát nem nincs semmi baj, az én zeném az igazi fekete zaj. Nez volt Dopmen papa, szép estét kívánok mindenkinek, örülök, hogy itt voltatok. ágyesz, ez lesz majd még videó, császtok! Kommentesz, like megosztasz! Kommentesz, like megosztasz!